Akarok nektek mutatni valamit, viszonylag régi a történet, csak valahogy nem került nálunk ez szóba, viszont rettenetesen szórakoztató. Egy szenzáció, hogy egy ilyen szerda délután 3-4-9-es kis könnyed az a történet. Antal Imre gondolt egyszer? Ugye volt a rusnyázós műsorvezető. Persze. A rusnyázós műsorvezető, akit mi fel is hívtunk, és megbeszéltük, hogy csak így tovább, ne hagyja magát megregulázni, mert elveszíti az értékét és az egyéniségét. Ő mondta ugye, hogy hát... Nem tudom, megkérdezünk majd nőket erről, hogy miért okosabbak, nem tudom, mint a russzább társaik. Ugye, hát ez a téma. Na, felbukkant egy másik gyöngyszem, igazából. Használjunk monogramot, kérem, mert ő már visszamúlt a politikától, tehát hogy ez már azóta eltelt egy kicsit, és ő már... Olvastad, visszavonult? Persze, a Hajdúszoboszlói Városi TV készített egy interjút a politikai babérokra törő Drótár Adriennel, és hát ő ambíciókkal teli vállalkozó, igen, aki egyébként politikai pályára szeretne lépni, és behívták, ugye, hogy a Magyar Gazdák és Polgárok Pártjának országos alelnöki pozícióját tölti be, jöjjön be a Hajdúszoboszlói TV-be, és mondja el, már önmagában ez a megfogalmazás és felkonferálás, mondja el, hogy mi a program, hogy mit szeretne, miért ez a párt szlogene az, ugye az Isten, haza, család, és Adrián bement, ugye, és hát megideologizálta, hogy miért szeretne politizálni, mit szeretne tenni a városért, és hogyan lenne ő, hát a közhasznára, hogyan válna a közhasznára igazából. Ő az, akit a képen látunk? Igen. Igen. Azóta egyébként visszavonult, te tudod? Persze. Igen? Visszavonult, igen, mert emiatt a beszélgetés, vagy interjú miatt elég sokan bántották, és azt mondta, De miért? Ez már rettenetesen szórakoztató, de mi nem akarjuk bántani. De csak ő nem annak szánta. Ja? Na, mutatom, hogy indul egy ilyen. Percekben bemutatunk önöknek egy fiatal, ambíciókkal tele sikeres vállalkozót, aki rövidesen politikai babérokra pályázik. Stúdión következő vendége Drótár Adrián volt. Figyelmet a műsorvezetőre, imádom. Stúdió vendégem Drótár Adrián. Köszöntelek nálunk. Üdvözlöm a nézőket. Egy fiatal vállalkozó, hajdúszoboszlói, ambiciózus hölgyel beszélgetek a mai napon, de szerintem már sokan ismernek itt téged, Hajdúszoboszlón. Igen, ismert lehetek, mivel fogtechnikai végzettségem is van, és emellett Hajdúszoboszlón van egy ingatlan irodám, és emellett a politikai pálya is érdekel. Ezen apropóból vagy most nálunk, hiszen a Magyar Gazdák és Polgárok Pártjának lettél te az országos alelnöke. Honnan jutott ez eszedbe, hogy most más oldalról is megmutatod a tudásodat, magad? Igazából több érdeke is van ennek. Elsőleges célja az, hogy engem megkértek, mint Hajdúszoboszlói első alapszervezet elnökét, és ezután 2016. december 22-én lettem országos alelnök. Igazából szeretném megmutatni azt, hogy igenis tudunk az embereken segíteni, vannak céljaink, programjaink, amik nekem is tetszenek ebbe a politikai pályában, és úgy gondolom, hogy én is fiatal vagyok, és a jövő a fiatal generáció múlik, és miért ne vágnék bele, ez is egy lehetőség. Valóban ennyire mélyen érdekel a politika, vagy valami terelte felé téged? Igazából érdekelt, mert hisz a jövő mi vagyunk, fiatalok és az emberek. Itt nem volt és vágás. Igazából, ha tehetünk érte és van céljaink, akkor miért ne próbálnánk meg? Tehát van, igen, céljaink. Van. Ez a párt, ugye Magyar Gazdák, képvisel egy olyan részét, ami régen ugye a Torgyán-féle irányvonal, a gazdapárt nyomdokai haladtok esetleg? Tehát olyan mélyen akarjátok ti is a gazdák érdekeit képviselni? Vagy ez a pártnak mi lenne a szimbóluma, a nagyon feladata, a jövőképe? Imádom a kérdést. Igazából nem azt képviseljük a Torgyán József időszakát, de vannak benne azok az emberek, akik képviselték ezt az részt. Igazából a programjaink is hasonló, lehet mondani, de nem az, tehát teljesen más. Hasonló, de teljesen. Igen. Azért ezeket elemezzük, oké. De hasonló, nem. Ugyanaz, nem ugyanaz, nem más, nagyon más, ugyanaz, de nem. Zordján úr nincs benne, de vannak, akik benne vannak. Szerintem valójában az egész anyag olyan, én az elejétől végignéztem, hogy igazából itt nem lehet, és nem is kell semmit így. Semmi, magyarázni. Csak meg kell hallgatni. Csak szavazni a következő választ. Még egyszer ez egy. A programjaink is hasonló, lehet mondani, de nem az, tehát teljesen más, eltérő tőle. Mik a céljai a pártnak? Vannak céljai, programjaink. Elsődleges a mezőgazdaság fellendülése, és magyar embereknek magyar földerket szeretnénk. A másodlagos célunk pedig az, hogy a kis- és középvállalkozókat támogatni, ezekben segíteni,
A harmadik célunk pedig az oktatási rendszer. A fiatalok megint ide visszatértünk, úgyhogy igazából azoknak a támogatása és előrébb juthatásával. Igen, az iskolázottság az nem áll. Erős ellenzék. Egyébként? Én szerintem megrettent a kormánymédia, és azt mondta, hogy ajajajajaj. Mi legyen a taktika, Habony Árpád válságstábot hívott össze, hogy megvan az új célszemély, akit ki kell lőni. És ami jó hír egyébként, hogy itt jelezték többen a hallgatók, hogy tegnap, amíg mi forgattunk, megjelent egy új hír fent a hírportálokon, Adrián marad. Tegnap jelentették be, ez egy nagyon friss, cirka 10 órás hír, hogy ő marad. Azt mondja, hogy így van. Tegnap hozta le az Index. Drótár Adrián marad. Igen, meggyőzték valószínűleg. 8... Szükség van rád, Adrián. Ez egy 8 perces interjú, de hát ebből lehetne csinálni egy rövidebb összevágottat, ami 3 percben megmutatja az eszenciáját. Hát igen. Érdekes, vannak bizonyos internetes portálok, akik böngészik ezeket a vidéki televíziókat, és hát tényleg gyöngyszemeket lehet találni, nem? Adrián, édesem, a Richard Reporter nő is szép kerek kérdés. Volt például olyan kérdése, amire bármit válaszolhattál. Tehát ő így ad segítő jobbot a riportalajnak. Ez az igazi profizmus. De ott, hogy mindent föltesz egyszerre, és akkor ott így szépen elkezded mondani. Bármire válaszolsz, nem már be is találtál. Igen, egyébként én megmondom őszintén, hogy engem ez azért érdekel az ilyen típusú interjúkészítés, vagy az ilyen típusú elhivatottság, mert tökre irigylem az ilyen embereket, de tényleg. Tehát rám például nagyon jellemző az, hogy bármit csinálok, mindig az ember szétgondolja, szétszorongja, emészted magad, gondolkozol, tehát van mindig egy ilyen önmarcangolás, nem? És ő meg megy előre. Magaddal kapcsolatban jó szülő vagy, értesz a munkát, az jól csinálod, de minden nap egy ilyen önemésztő, önmagadról való elmélkedés, nem? Hogy jól csinálod, de mit csinálsz, hogy kéne jobban csinálni, emészted magad, gondolkozol. És vannak bizonyos embertípusok, akikben ez a fajta szorongás, ez egész egyszer nincs meg. És én irigylem őket. Nincs benne. Tehát hogy nem is akarja saját magától megkérdezni, hogy ez jó volt? Igen, hogy ez valahol egy irigylésre méltó tulajdonság, hogy megvan ez a fajta önbizalom, vagy az önmagunkba vetett hit, ami sok ember nem igazán jellemez, vagy sok ember nem mondhatja el magáról. Ezért szerzett Pákót is. Mert hogy őt se frusztrál igazából semmi. Tehát, hogy valójában sokkal könnyebb. Nem? Amikor ilyen típus vagy, mert nem emésztenek azok a fajta önsorsrontó gondolatok, amik lehet, hogy megakadályoznak egy csomószor a cselekvésben. Én egy rakás munkát... Hanem, hogy csak úgy csinálni kell, menni és tenni, és végrehajtani. És könnyebb így. Nekem nagyon sok olyan lehetőségem volt, és tényleg most nem egyáltalán nem ferdítek, vagy hazudok, vagy túlzok ezzel a dologgal, tényleg sok olyan lehetőségem volt, amit azért mondtam vissza munkákat, mert úgy gondoltam, hogy én azt nem tudom megoldani, mert nem tudom olyan színvonalon megoldani, amilyen szinten azt elvárják tőlem. És emberek jobban hittek bennem, mint én saját magamba, és egyébként ezek közül biztos, hogy voltak olyanok is, ezek közül a munkák közül, amiket tényleg nem tudtam volna megcsinálni, de hogyha ennyi bizalmam lenne, vagy lett volna valaha is, vagy fele ennyi, akkor ezt akarom mondani, hogy az ember tényleg emészti magát egy csomószor, meg gondolkodik, meg... Akkor már saját műsorom lenne a Spike-on. Ne, azért messzire nem. Egy saját műsorod soha nem lenne, csak maximum már ajánlottak volna valami műsorhoz hasonló képződbe. Nyilván, hát is értem, akkor még ezért, hogy történt Bencében. De akkor érted, hogy mire gondolok, hogy egy csomószor ugye önmagad gátja vagy, mert ott vannak az önsorsontó gondolatok, és ezt kéne, nem kéne, kiálljak, mondjam, nem mondjam. Miközben van az a fajta lelkiség, amikor nem gondolkozol, és mész előre, és csinálod. A csapatban senki nincs, aki így megkérdőjelezné, hogy ő alelnök asszony legyen. Hát, ne vicce, hát most nem tudom, hát az egyiknek megmondanád az alelnöknek, hogy ne legyen az alelnök. Hát csendben tesz a dolgot. És... Tőle vetted a pecot és megcsináltad nála a fogadat. Akkor meg igen. Meg ha még menni kell, ha van felső hatossal. Igen, még Adriánnek van humorérzéke. Igen. És az volt, aztán én aztán olvasom, hogy visszavonul, mert hogy sokan bántották szegényt, és utána mégsem. És utána mondom, meg tegnap 22:33-kor jött le a hír, azt mondja, hogy még egy hete sincs, hogy Drótár Adrián bejelentette, végleg visszavonul, nem folytatja tovább, kilép a pártjából, azonban a magyar gazdáknál és polgároknál sem eszik olyan forró rakását, idézek ugye az Indexről, mégis marad. Mert nem szabad ennyitől megfutamodni. Nem, hát. Nem szabad ennyitől megfutamodni. De a politika az olyan, amit mindenhol cincálják az embert, meg minden oldalról támadnak. Hát nem...
nem szabad megfutamodni. És van új televíziós anyag is vele. Majd azt nem láttam még, igen? Igen? Ezen az gondolom, hogy Index vagy 444 verzi megtalálták az újabb riportot a Hajdú Szoboszlói Városi TV-ben. Gondolom a bejelentést, hogy mégis maradok. Igen. Szét cincálják ők is, igen. De értem, és az Indexnél sincs lenne, vagy lenne minden nap szerintem cikk, hogyha az összes cinikus, egyoldalú és rosszul informált cikk után mondjuk úgy azt mondják, hogy akkor kész, tovább, nem csinálom. Nem sikerült egyelőre senkinek hitelt érdemlően bizonyítani, vagy igazolni, hogy az észak-koreai diktátor féltestvérének a halálát mi okozta. Minden esetre láthatunk ugye egy repteret, méghozzá a Kuala Lumpuri repteret, ahol egészen megdöbbentő dolgok történtek. Ugye azt tudjuk, hogy szegény kémet hát valószínűleg eltették lábalól. A szemén keresztül. A szemén keresztül, hogy ki minek ártott, ki tártott, ez azért nem kezdjük el boncolgatni, mert Kim Jong-unnak igazából minek jártott, aki csak ferdén nézett rá. Tulajdonképpen a komplett katonai vezérkart, a testvérét, a családját, a feleségét, mindenkit eltesz lábalól. Csodálom, hogy még ki az a kosaras, aki jár hozzá meglátogatni. Dennis Rodman még életben van egyébként, előbb-utóbb annyi mindent látott ott. Nem, túl magas, nem értek fel a személyhez. Igen. Nem tudták megmérni. Na most, aki nem látta a videót, annak mondjuk ugye, hogy a japán Fuji TV által bemutatott kamerafelvételeken látszik, hogy két nő odalép ugye Kim Jong-un féltestvére mellé, és hátulról valamit rátesznek a szemére. Ennyi történik. Leveszik, és eltűnnek. És nagyon ügyesen csinálják, abból a szempontból lehet ilyet mondani. Az egyik balra, másik jobbra távozik, tehát hogy még ne is tudják őket követni. Tehát, hogy nyilván profik voltak. És aztán emberünk elveszíti a látását, szegény, hogy ez most részleges volt, vagy nem tudjuk, de mire a mentő beér vele a kórházba, vége. Addigra már vége van. Úgyhogy előtte semmi baja nem volt, és hát valóban megrázóak a felvételek, amit látsz, hogy Atya Úristen. Na most nyilván megfejteni nem fogjuk tudni, hogy hol tart egyébként ez a fajta dolog, vagy mennyire vannak ebben előre, vagy hogy fejlesztesz ki egy ilyen mérget. De mégis kíváncsi vagyok rá, hogy egy toxikológus gyanakszik-e ilyenkor valamire, hogy mi lehet, ami ilyen gyorsan felszívódik, bekerül a véráramba, pillanatok alatt meg tudnak vele mérgezni, és egy körülbelül durván 50 perc alatt halott vagy. Ja. Nyilván van egy csomó minden persze, tehát ez nem értünk. De egy Kuala Lumpur reptéren ilyen szemrebben és nélkül így likvidálni valakit, minden féle gátlás nélkül, ráadásul egy sötét sikátorban való, nem egy reptéren oda megy hozzád két nő, és a következő pillanatban azért meg Kim Jong-un nem szeret, halott vagy. Nyilván nincsenek illúzióink, nagyjából így történik, nem? Igen. Tűvel szúrnak meg, repülőn találnak meg, leül valaki melléd, megvág valamivel, kész. Nem is érted, hogy mi történik. Légvédelmi ágyú elé, mert ugye ezt is. Á, jó az a propaganda része. Ja, jó. Aki úgy végezte. Ja, jó, hát persze. Igen, még a Kuala Lumpuri repülőtéren picit problémásabb lenne, nem? Hogy behúznak egy légvédelmi ágyút, és aztán... Igen, nagyon komoly, de hogy az önmagában szemtelen a dolog, hogy nem hotelszoba, nem. Tényleg nem egy ilyen kicsit elzártabb helyen, hanem kamerák előtt a legnagyobb nyíltsággal. Ami érdekes, hogy a nők például, ahogy a kezükre kenték ezt az anyagot, vagy arra a rongyra, hogy ők nem haltak ebbe bele? Tehát van valami ellenméreg, ami téged nem bánt? Hát vagy ezen a felületen azért vastagabb a bőr, hogy a tenyereden, igen, szemen keresztül valószínűleg azért sokkal könnyebben bejuthat esetleg a véráramba. Nem tudom, nem vagyok toxikológus, erre van Zahár Gábor, de szerintem ők azért fel voltak rákészülő, vagy öngyilkos terroristák voltak. Igen. Most fog elkészülni a boncolás edzőkönyve. De hát én azt gondolom, egyébként mondom, tényleg baromira nem értek az, hogy simán csinálnak olyan mérget, ami úgy szívódik föl, hogy 2-3-4 órán belül akár ki is ürül. Tehát, hogy tulajdonképpen még nyoma sincs. Hát azért ezeket, aki kicsit is ért hozzá előállítani, azért már nem olyan nagy kunst, nem? Bekerül a véráramba, okoz egy szívinfarktus, megöl, és 3 órán belül úgy szívódik föl, hogy igazából nem is nagyon tudják, vagy azt mondják, hogy szívinfarktus. Kapott egy szívinfarktus. Ja. Hát van ilyen, hát azért ez már történt sokszor. Megijedt a két nőtől. Igen. Aha. Nem tudom, tehát váratlan esemény történt vele a Kuala Lumpuri repülőtéren, és ebbe belehalt. Puff. Ne, velem már volt ilyen tájszalomban. Ja, hogy váratlan élmény. Igen, és tukott szemmel várom a masszőzt általában, mert nem mindig kellemes a lát. Hát igen, szerencsé, hogy téged nem akar senki lábbaló lehet. Igen. Na, mindesetre megdöbbentő a felvétel, szegény, nagyon sajnáljuk, nem tudjuk a családi viszály okát, de mondom, hát nem is nagyon kell, hogy itt viszály legyen. Tehát a pali tényleg mindenkit. Aki csak ferde szemmel néz rá, azt azonnal elteteti. Túl szolgalmas vagy, túl lusta vagy. Gyorsan válaszoltál, lassan válaszoltál, nem válaszoltál. Igen, halott. Átaláltál, szembeálltál. Halott vagy. Igen, nagyjából ennyi. Na megkérdezzük mindjárt Zahár Gábort, ő mit gondol erről. Jó reggelt kívánunk, hello! Jó reggelt, jó reggelt! Jó reggelt, hello! Jó reggelt. Hello Gábor! Na hát ez egy érdekes helyzet, gondolom, a te szempontodból is, abból kifolyólag, ugye, hogy ez nyilván egy toxikus méreg. Láttad ezt a videót, amiről beszéltünk, vagy most hallod? Nem, hogy... megmondom őszintén, nem látom a közéletet, azt ismerem.
De igazándiból, ahogy itt te is mondtad pont az előbb, azért a történelem ismer olyan dolgokat, ahol mondjuk utólag derültek ki, mondjuk bizonyos mérgezések, vagy például olyan anyagokra derült fény, amiről eddig azt gondolta a polgári toxikológia, hogy ilyen nem létezik. Tehát az egyik legeklatánsabb példa ebből a szempontból a Dubrovka színház volt, amikor Moszkvában, amikor a csecsen terroristák ugye elfoglalták a színházat, 31 néhányan, és akkor ottan mindenhol elpakolták robbanószerrel, és ugye azt akarták, hogy 300 körüli csecsent az oroszok bocsássanak szabadon, és hát nem, és elindult ugye a tárgyalás, és hát aztán volt egy túlszabadítási akció, ami nem ez a klasszikus berobbantjuk, szétlőjük, stb. Egy furcsa gázt nyomtak be ugyebár a színháznak a légterében, meg az lett a következő, hogy meghalt az összes terrorista, és 121 néhány túsz is belehalt ebbe a történetbe, és nem tudta a világ, hogy ez miről szól ez a gáz, és kiderült, hogy ilyen szintetikus morfium származékot sikerült, hogy az oroszoknak előállítani gázhalmaz állapotban, amit ismerünk, ezt a fentanil nevű anyagot, csak éppen azt nem tudtuk, hogy ez gázhalmaz állapotban is elő tudják állítani. Most az oroszoknak ez sikerült, tehát azért itt létezhetnek olyan vegykonyhák, teljesen kvázi titkosan, mert úgy értem, hogy titkosan, hogy katonai fejlesztések, amelyekről gyakorlatilag tud néhány ember, és innentől kezdve ugye annak a valószínűsége, hogy ez most egy kimutatható legyen, hát az eléggé limitált, hiszen egy olyan anyagot keresünk, amiről nem tudunk, hogy mi ez az anyag. Igen, hát most itt azt mondják a legfrissebb hírek szerint, hogy a két nőt egyébként felkészítették, és hogy már az most már kezd kiderülni, hogy valamilyen mérget kentek az arcára, és utána felkészítették a nőket, hogy lehetőleg gyorsan menjenek és mossanak kezet, a szemen keresztül, vagy hát valószínűleg nyálkahártyán keresztül, ez pedig baromi gyorsan felszívódik. Hát a nyálkahártyák azok mindig is jó kaput jelentettek, ugye, a méreganyagoknak tulajdonképpen a felszívódásához. Kérdés ugye, hogy itt pontosan mik voltak a klinikai tünetek, mert abból valamit lehetne következtetni, hogy az illető gyakorlatilag milyen méreg miatt halhatott meg tulajdonképpen. De az ugye itt volt egy másik, ez a Georgi Markov-féle esernyős gyilkosság, ugye, akit ricinbe tettek el lábaló, ugye a bolgár titkosszolgált az oroszok, hát nagyon jelentős biztatására, akinek pedig a Várliába, ez ugye 78-ban volt, belelőttek egy ilyen 1,7 mm átmérő golyóbist, amelyik egy ricin nevű autóanyag volt, és az ember úgy halt meg, ugye Londonban volt ez, hogy négy alatt, hogy az ember, hogy semmi gőz nem volt róla az ellátóknak, hogy mi okozta az ő halálát, és csak utólag derült ki, ugye a boncolás során részben megtalálták ezt a golyóbist, részben pedig a ricint ki tudták mutatni, ebben a nagyon-nagyon golyóba kért pultjuk volt, és ugye a ricin az egy fehér típusú méreg, amelyik gyakorlatilag minden szervét az illetőnek tönkreteszi, de hát az sem ilyen gyorsan ölő dolog, de hát vannak olyan kémiai hadviselésben használatos szerek, amelyek viszont az intakt bőrről, vagy az érintetlen bőrről, nyálkahártyáról kiválóan felszívódnak. És hogy te is mondtad, itt gyakorlatilag hirtelen szívhalált kell, hogy az okozzon, mert ennyi idő alatt, mondjuk fél óra alatt, azért a szemrendszerek nem tudják úgy fölmondani a szolgálatukat, máj elégtelenség, vese elégtelenség, hogy gyakorlatilag abba belehaljon, hanem itt valamilyen szívleállásnak kellett megtörténnie. Úgyhogy feltételezhetően van, milyen fajta méreg volt, vagy pedig olyan, ami az állatvilágban is jelen van, hiszen ott azért vannak nagyon-nagyon komoly csúcsragadozók, amelyek mondjuk olyan mérget, például tetrodotoxin tartalmaznak, ilyen például ez a kétgyűrűs oktopusztól kezdve, hogy a fugu, ugyanből sushit szoktak csinálni. Igen. Ha rosszul csinálja a szakács, vagy rossz napja van, akkor neked is rossz napod hát lesz. Persze, igen. De az se lehet véletlen, hogy a kisállatsimogatóban nincsen nyílméreg béka. Hát igen, de például a nyílméregbéka is ugye a maga batraotoxinjával, hát ha belegondoltok, 8 pikogram protesül kilogram, és egy akkora nyílméregbéka, amit lehet látni hogy az állatkertben, és hát ez egy 4 centis, kis gyönyörű színű, valami ez a 10-12 embernek a halálához elegendő méreganyagot tartalmaz ugye a bőrfelületén. Szóval azért ezek is szóba jönnek, és ott nincsen hirtelen úgy segítség, hogy mondjuk akkor nekiállnak szakképzetten újraéleszteni, lélegeztetni, akkor bizony, hát ezekben a történetekben bele lehet halni. És hát ugye aztán ott vannak még a bakteriális toxinok, de hát azoknak a kialakulása, akár egy botulinum toxin, ha olyan mennyiségben kerül be, akár mondjuk a légutakon keresztül, tehát az nem ilyen gyors halál tud okozni,
És itt mondom, ez a két dolog lehet, hogy vagy valamilyen a nálat eredeti toxin, vagy valamit előállítottak egy olyan idézőjelbetett vegykonyhába, amiről nem nagyon tudunk. Azt mondják egyébként, igen, hogy egy vietnámi nőt, egy indonéz nőhöz mentek oda az észak-koreai ügynökök, és kenték be a kezüket, és a két szerencsétlen nő azt hitt, hogy kandikamerát forgatnak. Tehát, hogy ők ugye nem tudták, tehát nem ők voltak a bérgyilkosok, mondták, hogy mossanak kezet. És azt mondták, menj oda ahhoz, és így öleld át hátul, és valamit így vicceskedj a szemével, vagy így kend rá. Csak a két nő, akit kihallgattunk, mondták, hogy hát ők ökkegyőrizőben vannak, hozzájuk oda mentek, hogy adtak nekik ilyen tomhány batot, vagy bármit, igen, hogy akkor lehetőleg menjél oda, és egy kicsit humorizálj. Hát nem ők. Lehet, hogy csak úgy ezek oda mentek, de az is lehet, hogy ezek a nők pontosan ugyanolyan beépített emberek lehettek, és kiképzett ügynökök lehettek, akik pontosan ezt a színjátékot eljátszva. Most ugye a közvélemény előtt azt mondják, hogy ők gyakorlatilag ártatlan utasok, akik éppen csak arra jártak, és valamennyi pénzet kért egy ilyen kandikamerás téfát valakivel megcsinálnak. Amin. Hát a fene tudja. Lehet, hogy ez egy olyan dolog lesz, ami kiderül, lehet, hogy ez is pontosan ugyanúgy titokzatos lesz, mint ugye a Litvinyenko féle haláleset, ahol azért még mindig azért többféle szálon fut tulajdonképpen a cselekmény Tallinn polónium ügyében, hogy a Yasser Arafatra is mostanában fölmerült, hogy a svájci tudósok, hogy őt is tulajdonképpen megmérgezték, vagy annó ugye Fidel Castro-t is, ugye a Tallinnal a CIA megpróbálta eltenni annó lábalal, hogy később ugye, hát Fidel Castro-nak ugye a bél daganata az mennyivel van kapcsolatban a régebbi talliummal kapcsolatos expozíciónak. Ezek ilyen örök titkok, és hát valahol ezek mögött valahol mindig is a pénz meg a politika úgy meghúzódik. Mondjuk Fidelt inkább tartósítani sikerült vele. Igen, rosszul sőt el a CIA kísérlete, mert Fidel azért nagyon jól. Nagyon jól bírta utána. Látok meg az adagot, duplát. Igen. Gábor, a kiürülést azt lehet valamivel gyorsítani? Mert ugye most itt az is felmerült, hogy a voncolásig mire eljutottak, addigra lehet, hogy már semmit nem találnak. Igazándiból, ugye, hogyha meghal az illető, ugye már pedig meghalt, akkor igazándiból már olyan jellegű eszközök nincsenek, amivel, hogy mondjuk utána csinálni egy olyan dialízis kezelést, ugye egy testen kívüli méregtelintő történetet gyakorlatilag nem nagyon. Szóval, ha ez benne van, akkor ezt ki kell tudni mutatni, még ha ez csak pikogramnyi mennyiségben is. És azért ma vannak olyan laborok, toxikológiai laborok, még azt mondom, hogy Budapesten is tök jó labor van, vagy Freiburgban, hát gondolom a világ más részén is tökéletesen fölkészült toxikológiai laborok vannak, ahol azért ilyen mennyiség, ugye pikogram, 10-12-en gramnyi mennyiségben is már képesek arra, hogy tulajdonképpen kimutassanak. Aztán kérdés az, hogy mondjuk egy ilyen boncolási eredmény, vagy toxikológiai vizsgálat, ez mennyire fog napvilágot látni, és mennyire lesz ebből mondjuk egy olyan nyilvános adat, ami alapján mondjuk hát valakinek valamit be kell ismernie, hogy kérem szépen itt van egy ilyen anyag, és így tovább, vagy mennyire fog ez szépen úgy leülepedni, és aztán úgy elkenődik, hogy esetleg titkosítják magát az aktát, ami annyit fog jelenteni. Igen, hát szegénykém, ő már évekkel ezelőtt könyörgött a tesójának, hogy figyelj, haza sem megyek, meg nem csinálok semmit, csak ne ülj meg ne bántsál. Ő már nagyon régóta próbált ezt megbeszélni a testvérével, hogy figyelj, ha kell, haza sem megyek, meg én nem mondok semmit, csak ne ülj meg, mert már senki nem él a családból, csak mi ketten. Hát igen, ez ilyen Néró császáros történet, de hát ott ugye legalább ismertük ugye Néró császárnak ugye a sztár csinálóját, ugye a Roxén az első bemutató, és róla szólt ugye a híres méregkeverőnőről, de hát akkoriban mondjuk Rómában legalább 180 méregkeverőért, akik ugye aktívan dolgoztak. Hát ő is szerette a magányos karácsonyi vacsorákat. Igen. Gábor, köszönjük szépen, segítettél nekünk, jó munkát. Köszönjük szépen, Zoller Gábor, csáó, hello. Nem pont most olvasom tényleg, hogy már évekkel ezelőtt kérte, hogy nem áll. Csak igen, még kell legyen. Tesó, valamit akar, csak ne bántsál már. Nem, most mit ártok neked? Te vezeted Észak-Koreát, meg lakom valahol na, egyedül egyébként. Ne vegyél semmit karira, most oké, nekik. Ne küldjél lapot se, ne érted? Nem, semmit, nem várok tőled semmit tényleg csak. Nem normális. Szerencsétlen. Igen, sajnálom. Találtam a Facebookon egy nagyon izgalmas történetet, gyorsan elmondom neked. No. Van egy Kelemen Anna nevű hölgy, ne, mindenki emlékszik rá. Hát ez még önmagában ugye tudjuk a múltját és a jelenét, de ugye a jövőjét... Én a jövőjét is sejtett. Nem sejtett, fogadjunk, hogy nem sejtett. Posztolt ugyanis egy képet Koncz Gábor Kossuth-díja színművész úrral, ő na, maga írja így, hogy találkoztak, és hogy micsoda igazi talpik férfi, hát természetesen a bulvár újságok utána mentek, hogy mi a sztori. Akár hiszitek, akár nem, azt hiszem 78 éves most Koncz Gábor, Kelemen Annáról pedig nem tudjuk, de úgy körülbelül van sejtésünk. Potencia növelő reklám fog forogni velük, vagy már le is forgott. Azt a mindenségi kettő. Koncz Gábor 78-esen azt mondta, hogy odaállok Annácska mellé.
Hát Ferónak is volt ugye annak idején egy ilyen elhíresült. Nekem egyébként alapvetően azzal, hogy ők ilyen típusú gyógyhatású készítményeket, nem is tudom, minek nevezik ezeket, reklámoznak, azzal semmi gondom nincsen. Csak ez mindig azt érezteti, ugye, hogy te még szeretnéd, de már nem olyan. Most már jönnének egy szabad szemmel látható összegre, és azt mondják, hogy tessék, mit tudom én. Prosztata, bármilyen készítmény. Csöpögés elleni igen. Készítmény. Ja, azt mondják, hogy fiáns 20 millió. Egy országos kampány, tele van az arcod. De csak magával a kapszulával, óriás plakát, tévé. Hát rácsörögnék Karesra, hogy szerint ez most elfogadó. Most tényleg érdekel, most játsszunk el a gondot, tehát de 20 várjál, millió. 46 éves, tehát most, vagy mondjuk 60 évesen? Nem, most megelőzni a prostata problémákat, most még a reklámfilmben egy üde, fiatalos férfi lehetsz, aki nem kell föl háromszor éjszaka, nem nincs állandó vizelési ingere, de ezek a szavak elhangzanak. Előzze meg ön is a háromszoros vizelési ingert. Fotózni kell, menni reklámfilmet forgatni, és aztán még például futsz egy maratonon, és akkor úgy mutatod a kapszulát, hogy ezt szeded, lenne, és ezért nem vagy te veszélyeztetett. 20 misi. A nyitókép az lenne, hogy alszik az emeletes ágyában tök nyugodtan. Igen. Ugye? Lekászálodsz a kis pizsomádba, elmész, visszamászol, megint lekászálod, kétszer leesel, egyszer sámlira lépsz. Tehát, hogy lenne egy ilyen reklámfilm. Húsz misi. Leesel sámlőrés. Megint a picit bekúszott az emlék kisgyerek. Nem úgy értem, hát az emeletes ágy, hogy fölépsz a sámlőrés, onnan fölmész az emeletes ágyadra van. Visszamész, kicsomagolod a hálózsákot. De legyen ez az előtte-utána dramaturgia. Én ezt tényleg ezt mindig szeretem. Tehát amikor ugye benfekszem így az emeletes ágyon, természetesen fenn a hálózsákomban, a kis kék pizsamámban, amire ide van írva felülre, rá van írva, Janika. Így a szívem fölé, Janika. Jó? És akkor látszik a kis arcom, hogy valami nagyon zavar így álmomban. Szürke a kép, vagy fekete-fehér. Nem akarok megint bepisilni. Nem. És így felülök, és... Anya! Jó. És jól kászálodok lefelé, és jövök le, meg ugye háttal kell jönni biztonságosan, csak úgy lehet lejönni az emeletes ágyról. Jövök le a létrán, és látszik, hogy a kis kék plüss, mert hát nyilván kék plüss, pizsama nadrágomnak a hátoldalán van egy egyre növekvő tócsa. Tehát egy ilyen folt, így növekszik. Nem vagy bepisilve, az már nagyon megalázó, nem vagy. Máskor bemegyek, és egyszer csak így megjelenik mellettem egy... Egy ilyen felhő buborék, vagy nem tudom mi, egy felhő, és egy tündér, vagy egy ilyen angyal. Hozza a tablettát. Akinek így a mellein, amik szépen fejlettek, így keresztben van a felirata a gyógyszergyártó cégnek a nevével, vagy a készítő nyelvével, és így kinyújtja nekem így a felhőből. Na, tessék, 20 millió. 20 millió. Bevállalod? Ezt. Kettő írt is. Igen, az, hogy rád egy kicsit a reklám. Igen. Tehát a potenciál növelőnél is látod a Koncz Gábort, akkor azt gondolod, hogy neki már valószínűleg kell. Nem? Hát meg kellem annának, nem tudom, hogy mennyire kell. Potenciál növelőnél amúgy sem lenne hiteles, mert érted. De nem, mondjuk egy prostata, egy prostata. De ott vagy óriás plakáton, prostata. Ott vagy, hogy szüntesse meg a vizelési engert, ott nézel kicsit kétségbe esetten egy patikában, lát a gyereked óriás plakáton, hátba veregetnek a suliba a szülők, hogy Jani. Látom, pisi apu. Látom, nincs gond. Tehát most gondolj ebbe bele, mennyi, mi az összeg? Mit mondasz rá? Tehát mi az, amiért bevállod egyáltalán? Van-e az összeg? Most én mondtam a 20-at, de hogy mondtad kevesebbet, csak többet, csak érdekel. Mert ugye ráig tényleg az emberre. Hát, és ha az a reklám, amit az elején próbált, csak aztán ugye elmentünk más irányba, hogy fiatal vagyok, fit és egészséges, ezt mondja a Jani, de tudom, hogy eljöhet de az a pillanat. Hogy eljöhet az a pillanat, és én ezt szeretném minél tovább kitolni, ezért már most szedem. Hát ezt mondom én is, igen, de mondom, ott van a vizelési inger. Nem a reklám. Háromszoros. Igen. Na, mert ez így felétek már lassan, Tudjuk nekünk már a B oldal, a második fele. De 50 felé kezdeném kapkodni a kapszulát azért, hogy ne legyen baj. Hát nem azt mondom, hogy van, csak előzzük meg a bajt. Hát ne legyen. Nekem ezek a picit hagyományosabb, igen, ezek a picit hagyományosabb, 50 feletti vitamin meg. Tud, de ezek, jó, az bárki, vitamint hagyjám, az bárki nyom. Tudod, tekerünk egymás mellett a kedves nejemmel, mind a ketten sármosan őszülünk, mind a ketten egyébként tényleg úgy nézünk ki, ahogy ki kell nézni. Jó, hát ez bárkiben is. Inkontinencia betét. De azt mondják, hogy János, itt szabad szemmel nagyon szépen látható összeg. Egy gyönyörű ház, 30 millió forint, viszont egy éves, nagy, óriás plakát, reklám, minden kampány, hogy néha picit bepisílsz. És így fogod a betétet. Mondjatok már össze, van az a pénz. Inkontinencia. Igen, és mindenki mondod, gyerekek, csak egy reklám, hát én vagyok benne a szereplő, hát semmi baj nincs. Ugye ezeket úgy szokták, hogy egy bizonyos országban fölveszik, és máshol adják le mindig. Tehát itt a spanyolt látod, a spanyolban hány a hollandot. Szlovák színészt ismerünk mi, úgyhogy tudjuk, hogy szlovák színészt. És aztán alá szinkronizálják, tehát a saját országában ez nagyon nem. De azt mondják, hogy figyelj, országos kampány, mint a 30 millió plusz áfa. Tehát 30 millió. Na jó, de mindenkinek meg nem tudod elmondani, hogy ez csak egy szerep. De nem gondolja róla senki. Nem mondta, hogy nem gondolkoznál rá. Nem mondta, hogy nem estél kísértésbe. Ez kicsit kellemetlen. Mondjuk, figyelj, mondjuk a protézis ragasztóig elmennék.
Hát, az, most elgondolkoztam. Igen, de az igen, hát az kevésbé tűnik reálisnak azért. Tehát ott azért tudják, hogy ez nincs baj. Mikor mész a szülőjére, és megnyomkodják a fogaidat. Almát, vagy te már nem ehetsz ilyen? Nem, hanem igen, hát persze. És akkor olyan lenne a reklám, hogy mit tudom én, a gyerek megy reggel el. Igen, puszit adjunk egymást, aki vagy, és akkor én izé egyszer csak észreveszem a tornazsákját, és utána szaladok felkap, és a Mi a a tornazsákat? Nem hallom a tornazsákat! Mennyi humorforrása lenne. Ja, tényleg, na, és látod. És a következő alkalommal pedig, így érted, reggel már korán kelek, szépen végig tolom a politizmus, a Virág! A tornazsákod! Itt van. Igen. Engem most 2 évvel ezelőtt felkértek egy ilyen sampó reklámra, hogy nem vállaltam el. Az lett volna a feladat, hogy a plázában megyek ilyen száguldó riporterként, és akkor beültetek csajokat, hogy ott egy ilyen spontán hajmosást így végezzenek el. De nem nekem most sem. Rettetesen rossz volt. Igen, egy nemzetközi cégnek a képviselője keresett meg, hogy lekutatták, és hogy jó lennék, és hogy oké. És egy ilyen száguldó riporterként megállítom, tudod, kicsit úgy, mint a búza régen, ilyen vergesen leforgat, hogy lenne kedved beülni egy hajmosástja. És mondtak egy akkora összeget, hogy kicsit így, így megremegtem, de mondtam, hogy nem akarok száguldó riporterni, mert soha a büdös életben nem mosom le. Jó, ott a samporos sávú, ott a barátos samporos, meg van most saját. Ültesd be, és akkor ott legyen egy ilyen kis rábeszélés, beülteted, és kérdeztem, hogy legalább azt mondtam, hogy ha nem ül be, akkor én beülök, és megmutatom neki, vagy raktok rá egy plakátot, mondták, hogy semmi humor, semmi nincs benne, csak be kell ültetni a csajokat, és akkor utána tükröt tartani eléjük, és de nézni, hogy... jó volt, vagy a legelsőjétől? Egy híres sampon termék ismeri mindenki egyébként, és akkor mit tudom én, balra fésülöd, nincs korban, jobbra fésülöd, hóesés, és akkor megmutatod a csajoknak, hogy milyen jó. Mondtam, hogy nem. Köszönöm. Nem én vagyok. Pedig ezt is meg lehet volna csinálni kreatívan. Vajon miért akar minden fellépés előtt fehér zakót? Miért nem akarja feketét? Nekem, te hülye, nem nekem kellett volna. Fehér zakót, igen. Nem veszek föl feketét. Rettenetesen korpásodik a hajad. Érted, és így próbálod meg leplezni a fehéren, a fehér ugye nem látszik. És akkor utána felfedezed a terméket, és akkor egy ilyet képzelek el, hogy beletúrsz így a hajadba, egy fekete zakóban, egy nyilván ilyen szuper lassítod, mint a 300-ba. Tudod, ez a dőr! Spárta! Tudod, ez gurabb körülbelül ez, szépen belesimítesz hajadba, így, aztán a kamerában nézel, és azt mondtad, kezdődhet a show. Szerintem van az a reklám, amit egyszer bevállalhat, vagy ezt szerintem nincs baj. Most régen nagy divat volt azért hírességekkel reklámozni. Most már vagy nincs pénz, vagy nem költenek annyira. Ritkán látok most már hírességet egy reklám. De mondom, nem nekem kellett volna hajat mosni. Az lehet, hogy bevállaltam volna. Egy ilyen nagyon közhelyes öltözőbe megfésülködsz, kijössz, belenézel a tükörbe, adnak rád egy zakót, és indulhat a forgatás. Fú, de rossz. Az nagyon béna. De azt akkor rosszul. De persze. Csak hát az ügynökségeknek, meg ugye a nagy termékeknek nincs humorérzékük soha. Tehát félnek. Mindig egy nagyon hagyományosat, egy nagyon közhelyeset akarnak. Mert olyan, kigúnyolod a terméket. Igen. Hát meg azért, most tényleg van az a pénzi korpás, de azért egy korpás hajreklámot bevállalni. Hát meg soha nem érdeket, most se érzel valami. Na, de mindenki tudja, hogy évek óta így élek gyerekeket. Kicsit néha lesöpröm a vállamba, néha morzsaporszívóval rámegyek a vállamra, vagy a Viki megcsinálja nekem, hogy egy forgatás előtt. Érted? A konyhaasztalom mellett itt érted, olvasgat, mindig csak oda megyek hozzá az abommal. Bocs, lesöprök a vállára. Tök jó, hogy most... Hagyd úgy csícsem.